Ezért járnak a lányok ketten, hogy egy megfogja a kezét, míg a másik. Komoly. Sziasztok! Most egy kísérleti adás következik, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. A podcast hallgatók közül sokan többször rágták már a fülemet azért, hogy miért nem veszem fel az adásokat videóra is. Nos, ennek több oka is van, részben technikai, részben pedig nagyon-nagyon megnehezíteném magát az interjúk szervezését. Higgyétek el, gyakran már az is nehézségekbe ütközik, hogy egyáltalán arról meggyőzzem a vendégeket, hogy egy ilyen podcast formátumba hajlandóak legyenek eljönni. Ez ugyanis valami internetes izé, nem pedig valami komoly dolog. Az igaz persze, hogy annak idején igazi rádióstúdióban vettük fel a beszélgetéseket, és volt olyan adás, aminek a hallgatottsága akár egy-egy körzeti rádió műsorának a hallgatottságával is összemérhető volt. Viszont most Pintér Bence közgazdász, akivel a legutóbbi adásban beszélgettünk, hozzájárult ahhoz, hogy az adás egy részét próba jelleggel felvegyük. Semmi extra, egyszerűen leállítottam egy állványra a kamerát, benyomtam a REC gombot, és hadd szóljon. Aztán pedig szerkesztettem rajta egy kicsit, és ezt láthatjátok most. Ugyan a kérdéseket elvileg a podcastben már hallhattátok, de most lesz egy bónusz kérdés is, csak nektek. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, nyilván nem a bámulatos kompozíciós technikát, vagy éppen a remek világítást kell majd értékelnetek, hanem adhatok támpontokat ahhoz, hogyha legközelebb szeretnék ehhez hasonló kvízeket csinálni. Nyilván pörgősebben és csak videós formában, leválasztva az egészet a podcastről, akkor hogyan lenne célszerű elindulni? Nem tudom, hogy itt ennek a mondatnak volt-e bármi értelme is. Azért szerintem értettétek. Akkor most jöjjön a 4+1 roppant fontos tudományos kérdés a Görbebögre kávézóból, akiknek egyébként köszönöm szépen a helyszín biztosítását. Jó szórakozás nektek! Az első kérdésem egy évfordulós kérdés lesz. Kerek 70 éve épült az első kizárólag napenergiával fűtött ház. És ennek kapcsán készültem egy kérdése. Ugye azt tudjuk, hogy az építészet során azért nagyon-nagyon régóta foglalkozik azzal az ember, hogy tájolja a házat, hogy lesz legjobb a hőtartása, tényleg hogy melegíti legjobban a nap. 70 éve. És 70 évvel ezelőtt készítettek egy olyan házat, amit kizárólag napenergiával fűtöttek. Az egyenlítő mentén. Valahol. Nem, ezt az Egyesült Államokban építették viszonylag éjszakon. És kicsit kutakodtam a témában, és mégse annyira egyértelmű legyen ez a kérdés. Azt tenném föl, melyik fizikust nevezik a napkirálynőnek? Igen. Itt 14. Louis-át, vagy nem tudom én. Nem. Ugye egy kis színességet hoztam azzal, hogy a nőket is idehoztam a tudomány területére, és nem hagyjuk ott a partvonalon őket. Ott is vannak kőkeményen, úgyhogy nagyon helyes. De én szeretném, ha itt állnának ők is belül. Mert nem a partvonalon állnak, hanem benne a tudományokban. Igen, benne a tudományban ők is. Sokszor sokkal okosabbak, mint mi. Főleg ez a három tudós asszony, nálam mindenképpen okosabbak. Az első, az A választási lehetőség, ő Telkes Mária, a tengervíz sótalanító berendezés feltalálója. Igen. A B, Elsa Neumann, az első nő, aki fizikából doktorált a Berlini Egyetemen. Igen. És talán ezért lett ő a napkirálynő, mert hogy ő volt az első, a legnagyobb, aki fizikából doktorátus szerezhetett. Aha, tehát vagy nincs köze a napenergiához ezek szerint. Ja, hogy ezt nem tudjuk, jó, igen. A harmadik pedig Sally Ride, ő az első amerikai űrhajós nő, aki szintén fizikus volt, esetleg ő a napkirálynő, mivel ő feljutott a világűrbe és volt legközelebb a naphoz. Amíg az Egyesült Államokban laktam, a legfájdalmasabb Staple reklám hozzákapcsolódott. Ugye beiskola, ez egy ilyen, hogy hívják ezt, ilyen írószer lánc, és ő szerepelt a reklámjában, és valami ilyesmi volt az iskolai, a szeptemberi beiskolázási időszaknál játszódott az egész, nagyon, nagyon értelmesen tudok beszélni, és a család, akivel találkozott, megkérdezte, hogy elvigyék-e, és akkor mondta, hogy no, I will take the shuttle, ami nagyon vicces, mert hogy shuttle, értitek, mint űrsikló. Na mindegy. Bocsánat, küzdöttem közben a mikrofonnal elnézést megint. Akkor is egy jó poénról maradt el, de mindegy. Tehát, hogy szerintem semmiképpen nem ő. De miért gondolod azt, hogy nem ő?
Mert azt mondod, hogy azért lenne ő a napkirálynő, mert hogy a legközelebb jutott a naphoz. Ez így nekem túl kevés. De tudod, hogy Amerikában nagyon szeretik az ilyen hangzatos neveket ráaggatni az emberekre? Nem tudom, hogy mi volt az ő missziójának a célja, de mivel ő az ISS-en volt fenn, ha jól tudom, mi más hova ment volna fel akkor, szerintem. Hú, itt most lehet, hogy le leszek oltva a videó alatt. Szerintem ott nem nappal kapcsolatos megfigyeléseket végeztek, vagy nem tudom. Szerintem őt kizárom. Ahogy gondolod? Másik kettő volt... Az első volt Telkes Mária, a második pedig Elza Neumann. Elza Neumann pusztán azért, mert hogy ő volt az első nő, aki fizikából doktorált Berlinben, vagy általában, ezt nem tudom. Hát önmagában ezért... Az nem lehetett, hogy ő a fénnyel kapcsolatos kutatásokat végzett, és... De az lehet, de ez így nem derült ki a leírásból. Hát ezt neked kell majd viszont tudnod. A tengersótlanítással kapcsolatban ott azért fel tudom vetni azt, hogy a napnak van szerepe. Ez a tengersótlanításról annyit kell azért tudni, hogy amikor Telkes Mária föltalálta ezt a berendezést, akkor erőteljesen a 60-as éveket írjuk. Aha. Úgyhogy lehet, hogy valami gépészetbe gondolkodtak. De lehet, hogy nem. Az hol valósította lehet. Ezt meg, ezt tudjuk? A tengersótalanító berendezést? A Google segítségével meg fogod találni. Mert ez egy jó támpont lett volna, hogyha mondjuk valami forró országban, mondjuk Izraelben, ahol ebbe azért rengeteg pénzt fetszöltek ezekbe a kutatásokba, akkor ott igen erőteljesen szerepe lehet a napnak. Az USA-ban egyébként. Aha. Magyar fizikus nő volt, aki az USA-ban élt. Figyelj, nem tudom, megvárom a megküzdezni. Most jó lesz. Figyelj, nem tudom, ki lehet, de legyen meg a magyar vonatkozás, azt mondom, úgyhogy beixelem az át. Na, jól ixeltél be. Jár neked a cukorka. 1-0. 1-0-ada. Majd ide kirakok egy egyest. Telkes Mária egyébként egy magyar fizikus asszony, aki a diplomájának megszerzése, fizika doktor egyébként, a diplomájának vagy a doktori fokozatának megszerzése után egyből az Amerikai Egyesült Államokba távozott itthonról, és ott ért el igen nagy eredményeket, különböző anyagokkal kísérletezett a fizika területén, és így jött rá arra, hogy miként is lehet a napenergiát felhasználni arra, hogy abból végül egy teljes házat kifűtsünk, és ennek van idén a 70 éves évfordulója. Ez igen. A link az természetesen ott lesz a leírásba a cikkhez. Úgyhogy ahhoz majd át kell nekem küldened. No, akkor jöjjön az én hírem, felkészültél? Mind a két hírem eléggé halál közeli lesz. Hány éves vagy csak így? 32. Ó, szuper, jó, akkor majd a második hírnél különösen figyelj. Tehát egy bonkörnyéki sír feltárásának vizsgálatáról jelent meg néhány hónapja egy cikk a Journal of Archaeological Sciences című folyóiratban. A 14 ezer éves sírban egy emberpár és két kutya maradványait találták. Úgyhogy most itt Lajkát ismét bedobom a köztudatba. Érdekesség, hogy ez a legrégibb ismert sír, ahol az emberek mellett kutyát is eltemettek, ráadásul rögtön kettőt. Ez pedig az ember-kutya közötti érzelmi kapcsolat kialakulásának egyik mérföldköve lehetett, és mindenképpen a szoros gazda-kutya kapcsolatra utal. Az egyik ebb különösen érdekes volt a kutatók számára, a fogazatát elemezve a következő megállapításra jutottak. Há! A fogak elektronmikroszkópos kopás vizsgálata alapján a kutya nagyon hasonló táplálékot is fogyasztott, mint az emberpár, ez pedig jelzi, hogy az állat már nem csak a maradékokhoz férhetett hozzá, de együtt is ehetett a gazdákkal. Ugye kórincsát biztos az asztal körül, aztán adtak neki, már ha volt 14 ezer éve asztal. B. A maradék fogak alapján a kutya akár 10 éves is lehetett, az akkor Matuzsálemének számító kort pedig csak úgy érhette meg, hogy folyamatosan az emberek gondoskodtak róla, még azután is, hogy a vadászatoknál valószínűleg már nem igazán volt a segítségükre az öreg jószág, ami megint csak ugye azt fejezi ki, hogy nagyon szoros kapcsolat volt a kutya és az ember között. C.
Épp ellenkezőleg a kutya nagyon fiatal volt, amikor elpusztult 7 hónapos lehetett, de az igazi érdekesség, hogy a fogak fejlődése alapján valamikor 5 hónapos korában összeszedhetett egy szopornyica fertőzést, amiben a tünetek alapján természetes úton bele kellett volna pusztulnia. Tehát az emberek egy olyan jószágot ápoltak és gondoztak, amiből egyébként különösebb hasznuk még biztos, hogy nem származott. Ez nagyon szuper kérdés, és fogalmam nincs a helyes válaszról, és ki se tudom következtetni. Bármikre kérdezhetsz, mert természetesen mindegyik igaz mindaddig, amíg meg nem jelölöd. Ez teljesen egyértelmű. Tehát bármit tudok mondani, és meg tudom erősíteni, cáfolni, nagyon határozottan. Ugyaz, A válasz lehetőség volt az, hogy az emberekkel együtt élt, együtt evett, nem csak a maradékokhoz jutott hozzá. A B válasz lehetőség volt az, ugye, hogy ez egy nagyon idős kutya volt, melyet vadászatra használtak feltehetőleg, és utána is az emberek még gondozták. A C válasz lehetőség pedig az volt, ugye, hogy ez egy nagyon fiatal kutya volt, aki egy ismeretlen nevű betegséget összeszedett. Szopornyica a canine distemper virus, vagy valami ilyesmi kórokozó okozza. Teljesen egyértelmű volt, csak nem akartam ezzel bonyolítani figyelj, az adásmenetet. Figyelj, Bence, az a helyzet, hogy szerintem te félreérted ezt a játékot. Itt nem szövegértési problémákat mérünk, tehát nagyon szépen összefoglaltad, és látom jól. Próbálom feldolgozni egyáltalán a kérdésnek a mélységét. Nem az, hogy a választ megadni rá. Most tök bátran be kéne tippelnem egyébként az egyik lehetőséget, mert mindegyik... Akár azt is lehet. Mert mindegyik fel... Figyelj, a fogak alapján szerinted mit tudnak megállapítani a kopást? Hogy te nem néztél Dr. Bones-t? Mindent megtudnak. Persze, hogy mindent megtudnak. Hát figyelj, Habcival emlékszem, hogy volt egy adás külön Ötziről, vagy ott több kérdés is, mintha foglalkozott volna vele, hogy konkrétan azt meg tudták mondani erről a Gletscher múmiáról, hogy melyik területen élhetett a fogai kopása alapján, hogy milyen táplálékokat fogyasztott. Tehát, én a C válasz lehetőséget kizárnám, mert ugye az ember nem temette volna el a kutyát, akkor, hogyha nem kötik hozzá valami komoly érzelmek hosszabb időn keresztül. Figyelj, 7 hónapos volt a kutya, pont mint Lajka. Hát nézd már meg, hát lehet ehhez a kutyához nem érzelmileg kötődni? Egy gyereket kell szereznünk már csak a videóba, hogy minden meg legyen benne. Azt hiszem, ez így megvan. Na, az A választ, ugye, hogy... Hogy együtt tehettek. Együtt tehettek. Én azt kizárnám, úgy gondolom, hogy adtak külön táplálékot. Én a B választ jelölném meg, hogy hosszú ideig együtt éltek a kutyával, és még azután is gondozták, mert kötődtek hozzá, hogy már nem tudták aktívan használni a vadászathoz. Figyelj, Bence, az a helyzet, hogy lusta vagyok, úgyhogy nem fogok keresni ilyen zenét, amilyen tudod, így elvontan, vagy elnyújtottan itt csigázza az embereknek a hangulatát, úgyhogy kérlek, ezt te add ki, ilyen doppergéssel, vagy nem tudom mivel. Hát az A választ, azt bekamusztam, tehát azt kitaláltam. A kérdés az, hogy egy kölyök kutyához vonzódtak-e, vagy egy idős meglett kutyához, és az a helyzet, hogy ezt elbuktad. Az igazi érdekessége az volt ennek az egésznek, hogy úgy gondoztak egy kölyök kutyát feltételezhetően a leletek alapján, hogy abból még tényleg semmilyen hasznuk nem származhatott. Tehát itt már bizonyíték volt arra, hogy volt olyan szoros a kutya-ember kapcsolat, hogy igenis elkezdték gondozni azt a beteg utódot, vagy beteg kutya kölyköt, pusztán szeretetből, vagy netán számítóak voltak, és remélték, hogy majd megerősödve egy jó vadász. És ez ugye oda jutott napjainkra, hogy már külön tanszéke van az ELTÉ-n a kutyákkal foglalkozásnak. Nagyon helyesen egyébként, mert hogy tőlük is jönnek mindenféle hasonló érdekességek. Azt nem tudom mondjuk, hogy hogyan haltak meg maguk az emberek, mert nyilván akkor temették el őket feltételezhetően, amikor meghaltak, és úgy került melléjük a két kutya. Azt se tudom, hogy a két kutya véletlenül pont akkor hunyt el, mint a két ember. Erős a gyanúm, hogy ott valami rituális dolog lehetett, de ezt nem tudom. Na jó, 1-0 ide. Öröm ilyenkor műsort vezetni. Jöhet a te következő kérdésed. És itt szeretném buzdítani a következő vendégeket. Készüljetek nyugodtan kérdéssel, van esélyetek, hogy nyerjetek, és boldogan emelt fővel fogtok majd távozni. Úgyhogy jöjjön az én második kérdésem. Na hajrá! Ez egy ilyen brit tudósok-szerű kérdés lesz. Az enyém is a következő. Amit a sciencealert.com-ról vettem, ez egy hétfői hír.
A nyilvános vécékben igen sok fertőzést szedhetünk össze. De... A. Igaz, B. Nem igaz. Ez ellen ugye folyamatosan próbálunk tenni valamit. A nyilvános illemhelyek mely része az, amely leginkább fertőzés veszélyes ránk? Ó, na ez jó, ez tetszik. Az első, az ülőke. Aha. Amire ráülünk, ugye? Ezért is lebegtetjük magunkat az ülőke fölött, mellyel elég nagy veszélynek tesszük ki magunkat, mivel könnyedén összeszedhetünk egy hólyagfertőzést, illetve nagyon előnytelen helyzetbe történik a toalett használata, mivel számos izmunk megfeszül. Magyarul ez nem egy helyes dolog, de mégis így összeszedhetünk igen sok fertőzést. Aha. Ez az A lehetőség. Ma, ugye nem cselekszünk helyesen, de mégis fertőzéshez jutunk. A B lehetőség. A toalett fülke ajtajának kinyitásakor, mivel a kilincsre a toalett lehúzásakor felcsapódó vízcseppek rengeteg szennyeződést felvisznek rá. Esetleg ez lesz az, amikor a legtöbb fertőzést összeszedhetjük? Vagy esetleg a kézszárító használatakor, ez a C válasz lehetőség, mivel az emberek nem mosnak eléggé alaposan kezet? Végigviszem azért, de én a C-t meg fogom jelölni, ugyanis... Meghallgatlak. Az A az ülőke az azért nagyon izgalmas, mert szerintem... Nem tudom, az inkább... De ez ilyen életszerű, nem? Hogy életszerű, de szerintem ezért járnak a lányok ketten, hogy egy megfogja a kezét, míg a másik. Komoly. Milyen visznek szokták mondani. Ezt nem hallottam eddig. Írjátok meg, hogy miért járnak a lányok mindig ketten WC-re. Tehát, hogy ez érdekel ez a kérdés. ez az elmélet, ezzel még nem találkoztam eddig. De ez szerintem inkább egy sztereotíp, hogy ott a WC, oda kerül minden trutymó, és azzal érintkezünk, tehát attól kell legjobban tartani. Ugyanakkor, amikor mondtad, hogy a felcseppenő, vagy felfröccsenő vízcseppek, amikor lehúzod a WC-t, valószínűleg az ülőkére több kerül, mint a kilincsre, mert hogy közelebb van magához a fröccsenésnek a forrásához, tehát gondolom ez is ilyen négyzetesen fordítottan arányos szórás fog mutatni. Ugyanakkor, amikor mondtad a kézszárítót, ott beugrott az, hogy nagyon-nagyon régen, mintha hallottam valamit arról, hogy a kézszárító azért rossz, mert alárakod a kezedet, és nagyon apró cseppekben szórja szana szét a cuccot, ami rajta van. És ez valószínűleg azért lehetett aggasztó annak idején, amikor ezt olvastam, mert hogy ezzel nagyon sok baktérium és mindenféle egyéb trutty is szana szét megy. Hogy rosszul mosnak, és azt meg teljesen elképzelhetőnek tartom, hogy rosszul mosnak kezet az emberek. Tehát bemész kicsit, bevizezed, azzal éppen még egy ideálisabb nedves feltétel rendszert teremtesz ott a mindenféle baciknak. Úgyhogy ezt reálisnak tartom. Olyan szempontból talán nem, hogyha az lefröccsen, akkor azok a cuccok oda kerülnek a padlóra, meg mindenhova, ahol aztán nem fogod felnyalogatni. Most mondod, hogy oda kerülnek mindenhova. Hát de nem rád, tehát hogy bemész, az ott mindenhova. Van a falon, nem, hogy hogyan jutsz. Mindenütt ott vannak a baktériumok egy nyilvános WC-ben. Így van az, amikor határozottan elindulom, aztán elbizonytalanítom saját magamat. Lehet, hogy az ülőke. De az is lehet, hogy a fülkeajtó. Bármelyik helyes válasz lehet, mert ugye úgy kezdtem az egész kérdésfeltevést. Nem, fülkeajtó az... Smafu? Fülkeajtó a smafu, fülkeajtóra nem ülünk fel. Ez mondjuk megnyugtató. Az ülőkére viszont felülünk. Az a baj, hogy én azt a pillanatot nem látom, azt a kontaktot, amikor te a fertőzési forrással érintkeznél. Tehát, hogy folyamatosan érintkezel a fertőzési forrással, mert ugye ahogy beléptél, már a levegő is tele van mindenféle ez mondjuk dologgal. Ez. Most itt nem ugye tudom neked miért érdeket, hogy én több pontot kapjak, de... Vagy így akarsz eltéríteni. Mind a kettő előfordul. Hát lehet, hogy azt szeretem, ha tenyered meg a hírkvizeket. De az is lehet, hogy csak el akarlak téríteni. Írjátok meg, hogy most mire gondoltok, melyik válaszra, amikor ezt nézitek éppen. Én már nagyon várnám egyébként. Én megjelölöm a kézszárítót. Hát nem.
kérlek szépen a toalettfülke ajtajának kinyitásakor kerül legtöbb fertőzés a kezünkre, vagy arra a testrészünkre, amellyel kinyitjuk a toalettajtót. Most nem tudom, miért csodálkozom, amikor kizártam már magamban a készárítót, de azért mégis megjelölt, ez egy nagyon fura érzés, igen. Na nem baj, szereztem egy pontot. Vagy hogy a fiatalok szokták. Jó. Egyébként ide még egy kicsit egy fél mondatot mondok. Azon kívül, hogy a WC ajtó kinyitásakor a kilincsen rengeteg szennyeződés van, ugye egyrésztről azért, mert a felcsapódó víz is, ugye ez egy kicsi félrevezetés volt, el is indultál abba az irányba. Ez a felcsapódó víz egyébként a teljes fülkét beteríti, és rengeteg fertőzés széthordotta a fülkében. Ezen kívül még úgymond koszos kézzel is indulunk ki a fülkéből, és fogjuk meg azt a kilincset. Használjatok papírt, és ne üljetek fel az ajtóra. Semmiképpen se. Egyébként nagyon fertőzött még a csaptelep és a szappanadagoló emellé. Ne menjetek WC-re, ez a tanulság. Minden csak nadrágban szabad elvégezni. Vagy. Egy-egy a hírkvízállása. Na jól van. Minél öregebb valaki, annál nagyobb az esélye, hogy meg fog halni. Ez ugyan nem egyenletesen oszlik el, de már csak logikailag is le lehet ezt egyébként vezetni. 50 évesen például körülbelül 3-szor nagyobb eséllyel patkolsz el, mint 30 évesen. 60 és 80 éves kor között 8 évente duplázódik az elhalálozási esély, 100 éves korban pedig már csak 60% az esély annak, hogy megéred a következő szülinapodat. Igen, nem csak hogy. Létezik egy olyan fogalom a biológiában, amit nem tudom, hogy kell szépen magyarra fordítani, úgyhogy csak mortalitási platónak nevezem. Egyértelmű. Ez az a jelenség, ami azt jelenti, hogy ha az élőlény elér egy bizonyos életkort, utána az elhalálozási esélye az nem nő tovább az idő előre haladtával. Tehát laborállatoknál, muslicáknál, különböző férgeknél ezt nagyon jól megfigyelték. Bizonyos napszám után ugyanakkor eséllyel hal meg, tök mindegy, mennyi idő telt el. Tehát muslicáknál ezt laborban megfigyelték, és most, akár hiszed, akár nem, olasz, dán, amerikai és német kutatók, bár akár brit kutatók is lehetnének, lehozták egy Science publikációban, hogy mi a helyzet az emberi mortalitási platóval. A. Nincs ilyen. Tehát, hogy ez csak alacsonyabb rendű életformáknál van, statisztikailag nem lehet igazolni. Magyarul egy bizonyos életkor betöltése után már biztos, hogy meghalunk. Így is lehet értelmezni, de inkább úgy is, hogy minél idősebb vagy, annál nagyobb a valószínűsége, hogy rövidesen meg fogsz halni. Ugye van az a klasszikus vicc, hogy az emberbe megy életbiztosítást kötni 100-valahány évesen, és a biztosítási ügynök az csodálkozik, hogy de hát ebben a korban, és mondja, hogy hát nézze meg a statisztikákat, ebben a korban már nagyon kevés ember hal meg. Úgyhogy, de nem erről van szó, tehát hogy A. embernél, magasabb rendű élőlényeknél nincs ilyen. B. 105 éves kortól kezdődik, tehát ha megéred a 105. életévedet, akkor onnantól kezdve ugyanakkora eséllyel nem fogod megérni a 106-at, mint ha mondjuk 110 évesen várnád a 111-et. Tehát, hogy innentől kezdve már nem változik. Vagy C. Statisztikailag tudtak egy beslést adni, ez szerint 128 évnél következne be, tehát túl sok gyakorlati jelentőséggel nem bír ez a kutatás, de kiindulva a különböző statisztikai adatokból, 128 évnél érnék el a mortalitási platót. Most neki kéne állnom mindenféle jelenleg 122 éves a legidősebb ember. Most neki kéne... Remélem megéri, amíg feltartjuk, mert utána nem tudom update-elni. Neki kéne állnom most mindenféle matematikai számításnak, hogy meg tudjam válaszolni helyesen ezt a kérdést, és arra jutottam, hogy nem állok neki. Egy nagyon nagy mintából dolgoztak, és komoly statisztikai elemzések következtében jutottak erre a megoldásra. Hát ugye tudjuk, melyik statisztikának hiszünk. Amit mi magunk készítünk 128 éves korunkban. Így van. Az elsőt azt kizárnám. Azt mindenképpen az A. Válasz lehetőséget. Hogy nincs ilyen. Hogy nincs ilyen. Bizakodsz. Így van. Reménykedem. Igen, így is mondhatjuk, hogy nincs ilyen. A második és a harmadik, a B és C lehetőség az azért tűnik jónak, mert ugye mondtad azt, hogy egy bizonyos életkor fölött hányszorosan nő az esélye, hogy az ember megéli, vagy nem fogja megélni
a következő életciklusát. A kérdés akkor ezek szerint az, hogy ez egy reálisan elérhető életkor, tehát azért 105 évesen még élnek emberek időnként, igen? Tehát akkor onnantól kezdve neki ugyanakkor esélye van, mint egy 106 évesnek vagy 107 évesnek akár. Az kéne. Vagy egy irreális dolog, amit csak statisztikai becsléssel tudtak megjósolni, hogy 128 éves kor környékén lenne ez a mortalitási plató, amit ugye... Most pontosan ezen filozófálok. Egy ilyen kis gondolatmenetet próbálok felvezetni magamba. Ugye mondtad, hogyha jól emlékszem, hogy 80 éves kor fölött lesz egy nagyobb szorzószám, és emiatt tudnék talán a B válasz lehetőségre gondolni. Annyira rossz, hogy rezenistán arccal nézel rám közben. Ezt gyakoroltam elég sokat. Köszönöm, Habci, hogyha nézed ezt az adást, tehát hogy ez neked köszönhető ez a tréning. Szívem szerint megjelölném a B válasz lehetőséget, de mivel az tűnik a leglogikusabbnak... De a szíved, igen, a szív- és érrendszeri betegségek általában, amik ilyenkor elviszik az embert. Így van. Úgyhogy a C-t fogom megjelölni, mert... Mert az a legkevésbé logikus. Így van. Próbálom követni a gondolatmenetedet. Azért nem jelölöm meg a B-t, mert... Az tök egyértelműnek mert tűnik. Én sem jelöltem meg nálad a B-t, holott az lett volna, és akkor lehet, hogy nálam... Bármi előfordulhat, de ugye még nem tudunk abba semmiféle dolgot kimutatni, hogy jellemzően melyik betűjelet jelöljük a helyes válasznak a kérdéseink során. A C az azért tartom izgalmasnak, mert el tudom képzelni, hogy egy teljes kutatócsoport azon dolgozott, hogy egy totálisan értelmetlen számot a matematika és statisztika segítségével létrehozzanak, majd azt mondják, hogy bocs, túl nagy. Ez egy totálisan reális alapkutatási téma lehetne. Akárhogy ezzel rengeteg ember foglalkozik, mert ugye tudjuk, hogy az alapkutatásoknak nem mindig van kézzel fogható végeredménye, és ezért ez nekem roppant szimpatikus. No, megjelölted akkor a C-t? A C-t megjelöltem. Embernél is létezik, tehát az A az nem jó. És 105 éves kornál mondják, hogy 105 éves korodban ugyanakkor esélyed van megélni a 106. életévedet, mint mondjuk 108 éves korodban a 109-et. De mennyire jó volt az elméletem a C válasz esetén nagyon jó, is. Nagyon jó, nagyon jó, sajnos nem nyert. Viszont van nektek is egy kérdésünk, Bence készült vele, mert hogy én nem készültem, ő viszont 3 kérdéssel készült, én csak 2-vel, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a harmadikat azt nektek tesszük fel kérdésként. Az 1825-ös Pozsonyi Országgyűlésen a Sáros vármegyei követ felemlegette, hogy milyen jó is lenne egy magyar tudományos intézetnek a felállítása. Persze nem emiatt, és ekkor alapították meg a Magyar Tudományos Akadémiát, hanem egy kicsit később, de ez egy nagyon fontos lépcső volt a megalapítás útján. A kérdés az majd az lesz, hogy hány tagja, rendes, külső, levelező van ma a Magyar Tudományos Akadémiának. Annyit még azért el kell mondani az egészhez, hogy 11 tudományos osztály működik az akadémián, ezért az A válasz lehetőség az a 660, mivel minden tudományos osztály, ami egy tudományos osztály nagyon sokféle területet foglal magában, ezért adhat 60 tagot a Tudományos Akadémiában, is meghatározták ezt a számot, mely már nagyon régóta fennáll a B válasz lehetőség. 727, mert ez prímszám. És a tudományban nagyon fontosak a prímszámok, így a Magyar Tudományos Akadémia is tartja magát ehhez, és ezért 727-en vannak az akadémián ma. És mondta, hogy lovász vezette be matematikusként. Ezt nem tudom. Lehet, hogy nem azért 727, mert prímszám van, és lehet, hogy nem azért 666, mert az pont a 11-nek a 60 szorosa. 660, nem? 660, igen, köszönöm szépen. A számok azok biztos, hogy jók, a magyarázatok azok már nem annyira. Á, világos. De lehet, hogy 1268 tagja van a Magyar Tudományos Akadémiának, mivel egy nagyon-nagyon régi szervezetről beszélünk, ezért már összejöhetett ennyi tag, és mindig vesznek föl új tudósokat, új kiválóságokat a saját szakterületükről. Próbálok póker arccal nézni mindegyiknél, nem feltétlenül sikerül. Írjátok meg a választ, az első helyes választ kap majd egy szívecskét. Nagyon nagy vonalúan osztogatom itt az ajándékokat. Egyébként ez egy könnyen megtalálható válasz, a
Google segítségével, és hogyha már ide tévedtetek, akkor mindenképpen nézzétek meg a Tudományos Akadémia oldalán fellelhető cikkeket. Ott van például egy nagyon érdekes friss cikk az általam is emlegetett alapkutatásos témáról, hogy mégis mi értelme a tudománynak. Ennyi volt a felvétel, és most várom a felvetéseiteket. Az a helyzet, hogy én nagyon élvezem azt a folyamatot, ahogy rákészülök ezekre a kvízekre, úgyhogy szívesen csinálnék ehhez hasonló videókat a jövőben is. Nyilván pörgősebben, és nem a podcasthez kapcsolódva, viszont azért itt van néhány dilemmám. Az egyik, nyilván szeretném, ha tudományos vagy műszaki vonalon lennének mindig a kérdések, vagy aktuális hírekhez, vagy pedig koncepciókhoz kapcsolódva, de akkor meg felvetődik a kérdés, hogy hogyan lehet biztosítani azt, hogy mindenképpen validak legyenek ezek a kérdések, tehát megbízható forrásból származzanak. Az egyik az, hogy eleve kutatókat vagy mérnököket hívok meg, ez valószínűleg nehézségeket jelent majd a szervezésben, de várom az ötleteiteket. A másik pedig az, hogy beiktatunk egy elővalidációs folyamatot, tehát mondjuk egy harmadik személy átnézi ezeket, hogy mehet vagy nem mehet, de ez tovább bonyolítja az egész szervezés kérdését, és nyúlik az egész, mint a rétes tészta, úgyhogy ez lehet, hogy annyira nem lesz jó megoldás. De az is felvetődhet, hogy csak én kérdezek a vendégektől, de akkor meg hol van annak az esélye, hogy én is égek, mint a rongy? Mondjuk szerintem én így is tudok égni, mint a rongy, úgyhogy lehet, hogy ezzel nem lenne probléma. Lehetne persze még ezer meg ezer kérdést feltenni, mert hogy teljesen bizonytalan az egész, de most átadom inkább nektek a szót, írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek. Az e-heti aktuális podcast adás holnap érkezik majd sok-sok töccsel és gulipánnal. Ebből szerintem kitalálhattátok, hogy mi lesz a téma, és talán azt is, hogy ki lesz a vendég. Minden esetre addig is legyen szép napotok, hétvégétek, kinek mi. Sziasztok!